Természetesen csak akkor, ha valóban őszinte, itt van Gábor. Szevasz, Gábor! Szia, Balázs! Üdvözöllek a műsoron. Hogy vagy, Gábor? Alapvetően jól. Van barátnőd? Van. Mióta? Tavaly augusztus 30. És hogy működik a dolog? Hát most már jól, most már úgy normális a kapcsolat. Uh-huh. Ő félrelépett? Igen. Az akkor hogy esett? Hát megviselt rettenetesen, de hála Istennek úgy újra kialakult a bizalom, meg úgy normális lett a kapcsolat. Uh-huh. Túléptél ezen? Nem teljesen, de úgy elfogadtam ezt a dolgot. Mi marad ilyenkor az emberekben? Harag, vagy bosszú, vagy egyfajta dolog? Rá nem lehet haragudni, mert nagyon szeretem, csak fájt. Csak fáj. Nem fájt, Isten igazából fájt. Fáj, hogy megcsalta. Hát ezt meg tudom érteni, az nyilván nem egy kellemes dolog. Jó, Gábor, ott van veletted egy fal, tudod, ezt el szoktuk húzni, látom. Ez most sincsen, másképp elhúzzuk a falat, és megnézed akkor, hogy kiül a másik oldalon, és hogy mit mond. Jó, én azt gondolom, hogy hát néhány dolgot azért neked is meg kell magyarázni. Jó? Rendben. Na nézzük meg, akkor induljon a fal. Hát Gábor, tudod, mindig vannak ezek a pillanatok, az igazság pillanat, amikor így jobb mindent bevallani. Én beszélgettem Tikével, elmondta, beszélgettem Nikivel, Niki végighallgatta Tike, Nikit, mindent tudunk. Megdőltem, mint Rottenbiller. Tessék? De megdőltem, mint Rottenbiller. Meg. Az ember megdől, tudod, előbb-utóbb, mindenki, nem tudjuk ezt elkerülni. Ki az a lány ott a barátnőd mellett? Hát az egyik buliból egy ismerős. Ismerős. Jó ismerős? Nem, már nem. Már nem. Jó volt egykoron? Többször megismerted őt? Értem. Na mit mondanál? Hát Gábor, tiéd a terep, valami magyarázatot kell adni. Elsősorban a barátnőnek, de azt gondolom aztán Tikének is, ő is megérdemli. Parancsolj. Hallgatlak. Hát gondolom már beszéltél vele, úgyhogy tudod mi a helyzet. És? Tudj. Igen. Mit igen? Voltam egy hétig. Meddig? Egy hétig körülbelül. Biztos? Szerintem kettő volt. Szerintem nem. Tartalmas lehet. Ennyi Gábor. Mi ez a híresztelés, hogy ő az ágyban, mint én? Micsoda? Ő ilyet hallott. Kitől? Latkoéktől. És nem ez igen? A lényeg. Kitől hallotta. De Niki, most ez a legfontosabb, hogy ki a jobb az ágyba? Nem, de engem ne fikázzon a hátam. Ja, jó. De ez szerintem így hazugság, mert ugye Lackot magával, akik együtt laktam, te is ismered. És így erőek időnként. Így nem tudom, így veled ellentétben lehet, hogy én is félreléptem, de én így a akkor te miért mentél hozzá? Ez a nelsünk túlzásokba. Gábor, mit adott neked Tike akkor, amit mondjuk Niki abban a pillanatban nem tudott megadni? Nem tudom. Nem szerintem tudom. Semmit. Rengeteg gond volt így köztem a Nikivel, és én úgy gondoltam, hogy váltani kéne, de nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy sem lelkileg, sem testileg ő nem tud nyújtani úgy semmit, ami nekem számítani, és még mindig őt szerettem, úgyhogy így elhanyagoltam ezt a dolgot. Tike, szeretném valamit kérdezni Gábortól, ami neked nem tiszta? Hát kb. Miért tűntél el szó nélkül? Mert láttam azt, hogy nagyon szeretsz, és vele? Így... És eltűntem. Ennyi. Gyönyörű, gerinces dolog. És ha még mindig őt szereted, akkor nekem miért mondtad, hogy szeretsz? Mikor? Filter? Az ez sem még jobb, mert az ott van az én házamnak a sarkán. Tökül oda jártak, tehát nem tudom. Igen, egyszer volt, egy SMS-be írtam ilyet, de... Ilyen. Ha, utána mondtad is. Biztos, hogy nem hagyta el a számot. Ja. Mi lesz most? Mi a jövő? Hm? Tiéd a pálya. Mit mondanál Gábornak? Hogyan képzeled? Elmegyünk Tikével inni. Hogy fogtok ezek után megbízni egymásba? Félreléptél, Gábor megbocsátott, te lépsz félre. Működhet így még ez a dolog? Mit akarsz szakítani? Hát mondd ki akkor. Igen. Ne nekem, neki. Hát úgy is hallja. Hát Gábor, lehet, hogy talán bocsánatot kellene kérni, nem? Vagy azt mondani, hogy ne haragudj, vagy... Hát én sajnálom, te így
Valószínűleg azért hagytam ott, mert téged szeretlek, és így én szeretném ezt folytatni továbbra is. Előad a nagy hűs szerelmesre azért hetekig vele voltál. Maximum egy hétig. Maradjunk kettőben, de mindegy, lényegtelen akkor is. Na, mit mondasz? Menjen Tikéhez. Ez büszkeségből, ez büszkeségből mondod szerintem. Nem tudom. Tike, te hinnél Gábornak ebben a helyzetben egyébként? Semmi pénzért. Semmi pénzért. Milyen fura helyzet. Ez is egy sértett nő véleménye. Igazad van ebben, persze. Hagyjad már. Na, Niki, mondj valamit nekem. Küzdesz még a saját büszkeségeddel, azzal, hogy egy másik nő jobb volt nálad, vagy valóban fölismered, hogy igazából csak magadba csalódtál, másban nem tudsz, és azt mondod, hogy jó, megbocsátok egy-egy, aztán játszátok tovább. Ki mondta, hogy jobb volt nálam? Játszátok tovább ezt a játékot. Mit? Ki mondta, hogy jobb volt nálam? Az ember önkéntelenül alárendeli magát a másik nőnek. Nem. Akkor viszont mi fáj? Az, hogy máshoz ment, hát az alap. Hát ez, erről beszélek én is. Jó van, Niki, beszéltek meg. Szerintem talán Gábor valóban szeret téged, csak néha elgyengült. Hát Tike, Gábor, gondolom, ti nem lesztek életre szóló cimborák, de ez egyébként nem is biztos, hogy baj. Jó, beszéltek meg. Köszönöm, hogy eljöttetek.